Nemzetegyesítő tudás. Kárpát-medencei pedagógus nap az Óbudai Egyetemen. Meglepetések a Városmajorban. Kevesebb zaj, de több hang és szín a színpadon. Még barátok találkája. Még simogatás és röptetés vasárnap a Normafánál. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A tudás határokon átívelő és nemzetegyesítő erejű. Ezt mondta az Óbudai Egyetem rektora azon a rendezvényen, amelyel a hétvégi Nemzeti Összetartozás napját és a közelgő pedagógus napot is ünnepelték. A valódi oktatás megszeretteti velünk az életet és megnyit bennünket az élet teljességének. Ferenc pápa gondolatát az Óbudai Egyetem rektora idézte azon a Kárpát-medencei pedagógus napon, amelyet az Óbudai Egyetemen tartottak határon túli magyar felsőoktatási intézmények vezetőinek, illetve képviselőinek részvételével. Dr. Kovács Levente elmondta, hogy idén majdnem minden hazai felsőoktatási intézmény csökkentette a ponthatárokat, ám az Óbudai Egyetem ezt nem tette meg, ennek ellenére 30%-kal nőtt az idei jelentkezők száma a tavalyihoz képest. Az itt folyó tudományos és oktató munkát a nemzetközi megítélés is visszaigazolja, az egyetem a felsőoktatási intézmények legjobb 4%-ába tartozik. Az ünnepi pedagógus napon a rektor a jövőről is beszélt. A befektető egyetemi szemlélet világszinten is ritka példát építjük. Saját tőketársaságot hozunk létre az innováció menedzsment ösztönzésére. Középiskolai szintről építjük ki az innovációs potenciál erősítését. Doktoriskolai szinten teremtjük meg a pár hónapja akreditált innováció menedzsment doktoriskolánkkal a tudásalapú társadalom leképzésére hivatott háttérszakemberek minőségi képzését. A tudományos innovációs parkjaink fejlesztése és építése mellett már most indítjuk az első ipari partnereinkkel az ipar által vezérelt innovációs ötleteknek a megvalósítását. Szeptembertől megújult tantervekkel indulunk, hiánypótló mesterképzéseket indítunk, energetikai rendszermérnök, kórház és orvostechnika, infrastruktúra építőmérnöki, hadipari, sportközgazdász, adattudományi, légipari területeken. A sikerek az oktatói és hallgatói szabadság egyik meghatározó eleme az anyagi biztonság, amelyet az Óbudai Egyetem a modellváltással teremtett meg. Erről beszélt a fenntartó alapítvány új kuratóriumi elnöke. Az Óbudai Egyetem élvezi az akadémiai szabadság teljességét, és egyúttal pedig anyagi stabilitásban végzi a mindennapi munkáját. Ez a stabilitás azt is kimerem jelenteni, hogy talán soha nem látott stabilitást ad pénzügyi értelemben ennek az egyetemnek. Jelenti ez azt egyébként, hogy nem kell a mindennapokba apró forintokért aggódni, egyúttal pedig a vagyon az folyamatosan erősödik. Néha az egyetem, néha az alapítvány vagyona, de ez bizonyos szempontból teljesen mindegy, mert az alapítvány vagyona is az egyetemet szolgálja nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. A kuratóriumi elnök szavait igazolta vissza az Óbudai Egyetemet kezdettől támogató pénzügyminiszter is, aki a megnövekedett számú kampuszt alapul véve azt mondta, az országban bármilyen irányba indulunk el, minden út az Óbudai Egyetemre vezet. Varga Mihály szerint ez azért is igaz, mert óriási mértékben nőtt az egyetem népszerűsége. Mind többen szereznek itt doktori címet, folyamatosan nő a habilitált doktorok aránya, pár év alatt többszörösére emelkedett a publikációk száma. Mindezekkel párhuzamosan megnyílt az út a kutatásfejlesztési tevékenységek előtt, amit a tudományos innovációs parkok elindítása is jól szemléltet. Fontos eredmény, hogy jelentősen nőtt a tanári kar anyagi megbecsültsége is, és ma jó esély van rá, hogy az Óbudai Egyetem hamarosan a gazdasági fejlődés egyik hazai hajtómotorja legyen. Az Óbudai Egyetemen tartott Kárpát-medencei pedagógus nap kitüntetések átadásával, illetve kiváló munkát végző pedagógusok, oktatók munkájának elismerésével zárult. Idén a diákmunkák átlagos órabére 1700 és 2000 forint között mozog, de különleges területeken akár a kétszeresét is meg lehet keresni. Erről tájékoztatott egy iskola szövetkezet. A tapasztalatok szerint az IT vagy mérnöki területeken dolgozó főiskolások, egyetemisták esélyesek a magasabb bérezésre, ám a vízpartokon foglalkoztatottak is átlag fölötti pénzt kapnak. A cégek ma már felelősségteljes munkakörbe is alkalmaznak diákokat, sőt a több nyelven beszélő fiatalok akár vezérigazgatói asszisztensi beosztást is kaphatnak.
Sikeres volt az országos vérellátó középiskolásoknak szóló edukációs programja. Az OVS munkatársai ebben a tanévben az ország 223 tanintézményében 311 előadást tartottak, hogy a végzős középiskolásokat véradásra ösztönözzék. A programmal több mint 12 ezer fiatalt értek el, és közülük sokakat már véradóként tartanak nyilván. A program szeptembertől folytatódik. Az elmúlt 30 évben még soha nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, mint idén májusban. Ez olvasható ki a KSH legfrissebb adataiból. Az elmúlt 12 évben 430 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma, és több mint 4 millió 700 ezer embernek van munkahelye. Az elmúlt évben indított vállalkozások munkaerő támogatása program keretében több mint 20 ezer pályázat érkezett be 20 milliárd forintnyi támogatást igényelve. Európában és Magyarországon is egyre népszerűbbek az elektronikus fizetési lehetőségek, noha a kelet-európai országok egy része jelentős hátránnyal szerepel abban az összehasonlításban, amelyet az Európai Központi Bank adatainak felhasználásával állítottak össze. A modernebb fizetési eszközöket leginkább Finnországban és Hollandiában kedvelik, míg Magyarország a lista másik végén szerepel, nem sokkal jobb arányjal, mint a sereghajtó Szlovénia és Málta, ahol a készpénzt használók aránya jóval meghaladja a 70%-ot. Június 1-én megkezdődött a Városmajori Szabadtéri Színpad idei évada. A teátrum szeptember 10-éig különleges programokkal, határon túli és vidéki színházi előadásokkal, koncertekkel, gyermekprogramokkal és városi sétákkal várja a közönségét. Sorsról, történelemről és önmagunk elfogadásáról szól Nagy József táncos koreográfus előadása, az Omma, amely a Városmajori Szabadtéri Színpad idei repertoárjában szerepel. A színház évada június 1-ével indult, amelynek kínálatában több mint 60 produkció szerepel. A környező lakók kérését figyelembe véve ebben az évben kevesebb hangos koncerttel, de számos gyermekprogrammal, filmvetítéssel és legfőképpen színházi előadásokkal várja közönségét a Városmajori Teátrum. Igazából itt a minőség az, ami összeköti a darabokat, tehát nincs olyan, amit nem láttunk, nincs olyan, amit nem gondolunk nagyon jónak, úgyhogy persze figyelünk arra, hogy legyen zenés is, meg legyen próza is, de a legfontosabb az, hogy a színház nem lehet múzeum, nem lehet olyan, hogy na, így játszottak 50 éve, játszunk most is így, mindig reagálni kell arra, hogy mi van a világban, reagálni kell arra, hogy hogy érezzük magunkat, hogy mi az, ami igazából ma tudhatni szívre, lélekre és észre egyaránt. Az Orlai produkcióval közös együttműködésben készül a Városmajori Szabadtéri önálló kifejezetten erre a színpadra rendezett Még egy kört mindenkinek című előadása, amely a 2021-ben Mads Mikkelsen főszereplésével készített Oscar-díjas dánfilm alapján készült. Benkő Nóra kiemelte, hogy mint ennél a darabnál is, az évad összeállításánál általában előkerülnek a világ aktuális problémái. Magyarországon az alkoholizmus, tudjuk, hogy ez egy vezető probléma, és hát a világban is természetesen, úgyhogy ez egy dán film, de hát Magyarországon is abszolút jellemző. Ugye nagyon sok pszichés probléma előkerült a Covid óta, az inflációval, tehát most a háborúval nagyon sok probléma van, és azt gondolom, hogy nagyon könnyű ezeket csillapítani, akár alkohollal. Hogy van-e ennek értelme, hogy ez hova vezet, ezeket járjuk körbe a saját produkciónkkal, a Még egy kört mindenkinek cíművel. Idén sem maradhat el a Városmajori Szemle, amely már 10 éve a színházi szakma nívós eseménye. Ezt most egy plusz helyszínnel és még több előadással egészítették ki a színház vezetői. Ez egy zsűrizett program, ami hiánypótló. Ugye nagyon sok ilyen fesztivál megszűnt, a Poszt is, ahol megmérettethetődtek tulajdonképpen a darabok, és az alkotók egymással, és a végén díjakat adunk ki, úgyhogy kibővítettük a Városmajori Színházi Szemlét, ez lett a Szemle Plusz. 6 előadásunk lesz a Városmajori Szabadtéri Színpadon, és 6 előadásunk pedig a Kristály szintéren, a Margit-szigeten, ugyanis ez a helyszín is hozzánk tartozik. Úgyhogy kisebb kamaradarabok lesznek kint a Margit-szigeten, és 6 nagy színpadi előadás vidéki és határon túli előadások, ez nagyon fontos számunkra, lesz tehát a Szemle Pluszon, ez a nyár végén lesz. A Szemle Plusz augusztus 28-ától szeptember 10-éig tart, akkor zárja szezonját a Városmajori Színház. Akiket a helytörténeti érdekességek vonzanak, és a kerületben vagy a színpadvonzás körzetében élnek, július 14-én csatlakozhatnak a 100 év meséi park és színház történeti sétához, amelynek során a Városmajorban kalauzolják végig az érdeklődőket.
Ezen a hétvégén vasárnap megkezdődnek a méhbarát rendezvények a Normafa kapujánál kialakított kislátványméhészetnél. A Hegyvidéki Zöldiroda egész éves programsorozatában fontos állomás ez a helyszín. Az érdeklődőket tapasztalt méhészek avatják be a kismézgyűjtők titkaiba. A Hegyvidék méhbarát kerület. Ez a néhány éve csak az elképzelésekben létező állapot már a testet öltött valóság. A kerületi iskolások bemutató kaptárokon tanulmányozzák a szorgos kis mézgyűjtők életét. A zöld felületek nagy része méhbarát növényekkel van tele, a korábban a méhektől tartó felnőttek számára pedig hónapról hónapra újabb előadásokkal jelentkezik a Zöldiroda, és saját méze is van a Hegyvidéknek, pontosabban a Normafának. Az Eötvös út 44-es szám alatt pedig egy bemutató méhészet is működik, ahol június első hétvégéjétől nyílt napokat, illetve színes programokat szerveznek a méhbarátoknak. A tavalyi évben már voltak nyílt napok itt ebben a méhészetben, jellemzően inkább a hegyvidéki intézmények számára volt ez is, egy alkalom volt, ami a nagy közönségnek is volt, viszont olyan érdeklődésre tartott számon, hogy akkor fejlesztjük ezt a programot, és most már a méhész tudta vállalni, hogy minden hónap első hétvégén nyílt napokat tart, ami azt jelenti, hogy nyitva lesznek a kapuk, bárki bemehet, a méhész fogadja őket, információval szolgál, meg lehet nézni a méheket, mesél az ő kis titkos életükről, lehet mézet kóstolni. A hétköznapokon változatlanul az óvodásoké, iskolásoké a terep, akik koruknak megfelelő tájékoztatást kapnak a méhészektől. A gyermekek ilyen alkalmakkor beöltöznek méhészruhába és kipróbálhatják a méhészet fortéjait is. Méheket simogathatnak, illetve ősszel többek között a mézpergetésben is részt vesznek. A programokat szervező Hegyvidéki Zöldiroda több tevékenységét is a méhbarát látásmód jellemzi. Így volt ez a nemrég lezajlott virágosztáson is, ahol a kerületi lakók a muskátlikon kívül méhbarát egynyári palántákat is kaptak. Minden óvodában csinálunk jellemzően mézes rengeliket, a közterületi zöld felületeinket próbáljuk úgy kialakítani, hogy bepózó barátok legyenek, számos mélegelőt csinálunk, itt is állandóan kísérletezünk, milyen növényfajokat tudunk vetni, és milyen évelőágyásokat tudunk kialakítani, amik minél fenntarthatóbbak, minél több őshonos növény legyen benne, és minél több évelő növény legyen benne. Tehát azon kívül, hogy mély barát legyen, azon kívül nagyon fontos az is, hogy felvegyük a harcot, ahogy úgy tetszik a klímaváltozással, tehát adaptálódjunk ehhez a helyzethez. És ezért elindult tavaly egyébként egy ilyen monitoring is, a mélegelőinket és közvetlenül zöld felületeinket monitoringozzuk, hogy mely növények azok, amelyek egyébként legjobban megfelelőek a bepózó állatoknak, hiszen az a cél, hogy elnyújtva tudjunk nekik élőhelyet biztosítani. A monitorozás ugyan több évig tart, de az első eredmények, illetve javaslatok már egy év után megszülettek, és ez egyben feladatot is ad a szakembereknek. Néhány esetben a kerület határain átívelő kooperáció is létrejön. Például a 12. és 11. kerület határában is most már úgy néz ki, hogy létrejönnek olyan zöld felületek, amit közösen a méhbarát hálózat promotálásával, vagy katalizátor szerepét betöltve ki tud alakulni egy olyan BKV területen lévő zöld felület, ami ideig egy idézőben csak sima füves plac volt, és a Kertészeti Egyetem hallgatói megterveztek egy olyan részt, hogy minél diverzebb növényállomány legyen, és a beporzóknak is jó legyen. A beporzók érdekében, és ahogy hallották, a klímaváltozás hatásait is mérsékelve a Zöldiroda idén a közterületi zöld területeket, illetve kifejezetten méhlegelőnek elkerített területeket részben őshonos, de 100%-ban magyar magokkal vetette be, míg korábban fele részben külföldi szaporítóanyagot használtak. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!